Vendégeink Bárándi Gergely MSZP, Hankó Faragó Miklós SZDSZ, Répási Róbert Fidesz, Salamon László KDNP és Herényi Károly MDF. Jó napot kívánok mindannyiuknak! Először egy kicsit vonatkoztassunk el ettől a mostani módosítástól, hiszen régóta van arról szó, hogy a BTK-t teljesen megújítják, és egy vadonatúj BTK-t fogad el az országgyűlés, aztán valahogy ez mindig kitolódik. Van-e arra esély, hogy esetleg ebben a ciklusban mégiscsak lesz egy új BTK, és hogyha igen, akkor hol tartanak az egyeztetések? Ha szabad, van. Sőt, én azt gondolom, hogy majdnem biztosra mondható, hogy az új BTK elfogadása kerülhet még ebben a ciklusban. Az általános rész az gyakorlatilag elkészült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban. Most kezdődik majd a társadalmi vitája, és a különös résznek a javarésze is már vagy elkészült, vagy előkészületben van. Tehát arra, hogy ebben a ciklusban ez elfogadásra kerüljön, minden esély megvan. Én azt hiszem, hogy ez indokolt is, mert a bejátszásban is láthattuk, de a most előttünk fekvő BTK módosításnak is egy nyomos indoka az, hogy például az Európai Uniós együttműködés keretén belül a harmadik pilléres együttműködés alapján, ha valahol, akkor a büntetőjogi együttműködés terén nagyon nagy mértékben mélyült a kapcsolat az Európai Unió tagállamai között. Sorra születnek olyan új kerethatározatok és állásfoglalások, amelyek arra késztetik a tagállamokat, hogy igazodva a kor követelményeihez, például a tiltott pornográf felvételekkel kapcsolatban is szigorúbb szabályozást léptessenek hatályba, vagy nagyobb mértékben működjenek együtt, hogy az olyan típusú bűncselekmények, mint például ez a 70-valány ország érintő, több ezer elkövetőt magába foglaló pornográfiával kapcsolatos cselekmény, az az Európai Unión belül minél egységesebb elbírálás alá kerülhessen, de azért is megérett a helyzet egy új BTK elfogadására, mert 78 óta mindig csak toldozni, foldozni kellett több száz alkalommal, kényszerűségből, és ezért annak az egységessége és koherenciája bizony már olyan mértékben igényel fővizsgálatot, hogy egy új kódexnek kellene felváltania. Az ellenzék mennyiben vesz részt ebben az egyeztetésben, illetve önök mit változtatnának meg benne a BTK-ban? Először is tudni kell a büntető törvénykönyvről, hogy ez egy egyszerű többséggel elfogadható törvény, tehát nem kétharmados törvény. Egyébként furcsa szabálya az alkotmányunkban, hogy mondjuk egy újság, egy lap alapításának a szabálya az kétharmados, tehát az, hogy kialapíthat mondjuk egy lapot, de az, hogy valakit milyen bűncselekmény miatt lehet akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélni, ez egy feles törvény. De tehát én ezzel azt akarom mutatni, hogy valószínűleg meg fog születni ez az új büntető törvénykönyv. Szerintünk, a mi álláspontunk szerint ez nem lesz új szemléletű büntető törvénykönyv. Ahogyan látjuk, a jelenlegi kormánykoalíció büntető politikai szemléletét tükrözi az a készülőben lévő BTK, amelyet majd esetleg a parlament el fog fogadni. Ez azt jelenti, hogy az ellenzék számos ponton támadni fogja ezt az új BTK-t, legalábbis a mi felfogásunk szerint a 2002 előtti szigorúbb általános részi szabályok, például a középmértékes büntetés, vagy például bizonyos megrögzött bűnelkövetőknek a kizárása a feltételes szabadság rabocsátásból és egyéb kedvezményekből, ezek hiányozni fognak sajnos az új BTK-ból. Magyarán akkor valószínűleg nem lesz konszenzus a kérdésben? A mostani törvénymódosítás kapcsán két egymással versengő szempontot kell általánosságban mérlegre tenni. Az egyik szempont az az, hogy egy törvénynek a túl gyakori módosítása az nem szerencsés, és különösen igaz ez a büntető törvénykönyv tekintetében, hiszen hogyha évente megváltoztatjuk a büntető szabályokat, akkor azt gondolhatja az állampolgár, hogy nem érdemes komolyan venni őket, vagy nagy részüket. Ez az egyik szempont. A másik szempont pedig az, hogy viszont követni kell a társadalomban jelentkező problémákat. Most a jelen helyzetben mi a Kereszténydemokrata Néppártban úgy érezzük, hogy emiatt valóban nem kellene bevárni azt az új büntető törvénykönyvet, ami bizonytalan, hogy mikor fog megszületni. Tehát önmagában az, hogy most változtatásokra, módosításokra sor kerül, ezt általánosságban támogatjuk. Nem minden rendelkezéssel értünk egyet. Itt például a most felmerült és már szóba került pornográfiával, tiltott pornográf felvételekkel kapcsolatos kérdésben szinte azt kell, hogy mondjam, hogy megdöbbenéssel érzékeltünk egy olyan módosítási javaslatot, ami viszont nem szigorítana a dolgot, hanem lényegesen liberalizálna, enyhítené. Arról van szó, hogy a törvény lehetővé tenni azt, hogy kiskorúakról
az ő beleegyezésükkel készülhessen pornográf felvétel. Tehát én azt gondoljuk, hogy ez képtelenség a kiskorúnak a szellemi és erkölcsi fejlődés ezt nem teszi lehetővé, és kiszolgáltatottá is teszi, hiszen ezzel rendkívül súlyos mértékben vissza lehet élni, tönkre lehet tenni valakit, akár egy életre is, és ezt egy 14-15 éves gyermek nem fogja tudni mérlegelni, nem, nincs meg ehhez a kellő tapasztalata. Tehát például ezt a rendelkezést a végletekig ellenezni fogjuk. Erről már is folytatjuk a beszélgetést, csak Herényi Károlytól még az általános kérdésre vonatkozó kérdésre szeretnék visszatérni. Hát, amit előttem képviselőtársaim mondtak, az teljességgel igaz. Répási Róbert utalt rá, hogy ez egy egyszerű többséget igénylő törvény, ami azt jelenti, hogy nincs egyeztetés. Én legalábbis nem tudok róla, hogy 5 párti egyeztetés lenne vonatkozásban, aminek az eredménye az lesz, hogy a kormánykoalíció nyilván elfogad a saját politikai ízlésének, filozófiájának megfelelő büntető törvénykönyvet, akár egy újat, amit a következő kormány, ami remélhetőleg más összetétel, ez valószínűleg meg fog változtatni a saját ízlésének megfelelően. Tehát érdemes lenne a jogalkotás ezen folyamatában az ellenzéket is bevonni, és egy olyan konszenzussal elfogadott törvényt előterjeszteni, aminek nagy esélye van arra, hogy nem fogjuk újra módosítani. A legutolsó ilyen komoly módosítás egyébként nemrég, másfél esztendeje 2005-ben került sor, 2005. szeptemberében lépett a módosítás, egy elég nagy terjedő módosítás után a mostani hatályos törvény életbe. Hát nem lenne baj, hogyha elébe mennénk a dolgoknak, és tényleg konszenzuson alapuló, minden párt támogatását bíró javaslat kerülne az országgyűlés asztalára. Bárándi Gergely bólogatott, hogy egyetért ezzel a bevonással? Természetesen, de egyébként bármelyik országgyűlési képviselőnek módja van arra, hogy egyeztessen az igazságügyi és rendészeti minisztériumnak a főosztályával, tehát én is ezt tettem, tehát hogyha az ember kíváncsi arra, hogy milyen jogalkotási folyamatok zajlanak ott, akár a büntetőjog területén, akkor lehetőség van arra, hogy például az osztályvezető úrral, aki szintén szerepel most, vagy szerepelt a műsorban, egyeztessen a tekintetben. Hadd térjek viszont én is ki egy pár szóval arra, ami Csalamon képviselő állít, vagy fölhozott ugye a gyermekpornográfiával kapcsolatos módosítás, illetve szabályozás. Előre vettem azt, és kiemelem, hogy a Magyar Szocialista Párt frakciója sem támogat semmilyen olyan jellegű törvénymódosítást, amely visszaélésszerű joggyakorlásra ad lehetőséget a gyermekpornográfiával kapcsolatban. Azonban azt gondolom, hogy ezt a javaslatot, amit az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium most beterjesztett, nevezetesen is, hogy nem büntethető az, aki ugye saját maga számára a kiskorú beleegyezésével, illetve 18. életévét be nem töltött személynek a beleegyezésével készít pornográf felvételt. Félreértelmezték, azt gondolom, lényegesen. Hiszen itt arról van szó, és a javaslat azt célozza, hogy mondjuk egy 19 éves ember, férj, aki a 17 éves feleségével a magyar jogszabályok által létesített teljesen törvényes kapcsolatot tart, szexuális életet él szabályosan, hivatalosan, az, ha készít egy erotikus fényképet, akkor ne legyen ezért büntethető, ne sújtsa ezért a törvényalkotó börtönbüntetését, vagy a jogalkalmazó börtönbüntetéssel. Én is úgy gondolom, hogy viszont szerencsétlenül van megfogalmazva ez a büntethetőséget kizáró ok, és valószínűleg nem is büntethetőséget kizáró okként kell megfogalmazni, hanem az én meglátásom szerint alapvetően büntetni kell, pontosan azért, ez ilyen cselekményt, pontosan azért, hogy kizárjuk a visszaélésszerű joggyakorlást, de a bíró számára lehetőséget kell arra adni, hogy például az általam említett esetben korlátlan enyhítést, vagy esetleg a büntetés mellőzését alkalmazza egy ilyen esetben. Ilyen formán azt gondolom, hogy talán támogatható a javaslat. Igen, Hankó Faragó Miklós is talán pénteken nyilatkozott arról, hogy egy módosító indítványt nyújtanak be. Miről is szól ez pontosan? Tehát, hogy a felnőtteket büntetnék. Én azt gondolom, hogy azon kevesek közé tartoztam a plenáris vitában, aki erre a témára külön ki is tért, és viszonylag részletesen beszéltem, és ellentétben a magyar nemzet állításaival, én éppen az ellenkezőjét fogalmaztam meg mindannak, amit nekem megpróbáltak a számba adni egy hát nem tisztességes eljárással. Én éppen, hogy kritikai észrevételeket fogalmaztam meg ezzel a bizonyos rendelkezéssel, amit itt többen is említettek előttem. Mi úgy döntöttünk a mai frakcióülésünkön, hogy ennek a bekezdésnek az elhagyását támogatjuk, mert bizony visszaélésre adhat lehetőséget. És hogyha erre mód nyílik, akkor nem szabad ilyen rendelkezésnek szerepelni a törvényben.
és úgy gondolom, hogy indokolt a szigorítás. Ebben egyébként egyet is értettünk, sőt, ha jól tudom, mondhatom azt a többiek nevében, hogy abban is egyet értettünk, hogy ez a büntető törvénykönyv módosítás támogatható néhány rendelkezésétől eltekintve. Ez volt az egyik, amire kitértünk, és volt 2-3 másik is, amire konkrétan kitértünk, hogy ott indokoltnak tartjuk a változtatást. Tehát, hogyha az általános vitához kapcsolódnék vissza, akkor mondhatom azt, hogy remény van arra, hogy ez a BTK módosítás hatpárti egyetértéssel kerüljön megváltoztatásra a parlamentben, mert igenis egyet tudunk érteni szakmai kérdésekben, hogyha ez indokolt, és ez van most is kibontakozóban, én meg előlegezném ezt a leendő büntető törvénykönyvvel is, mert miért ne lehetne egy egyességre jutni. Viszont még egyszer szeretném kiemelni, hogy ezeket a rendelkezéseket, amelyet én kritikai éllel elemeztem a plenáris ülés vitáján, úgy interpretálta a magyar nemzet, mintha én támogatnám, vagy az SZDSZ frakció támogatná. Éppen, hogy nem, szigorítani szeretnénk, a szó szerinti jegyzőkönyv ezt igazolja is. Ez mindenképpen újdonság, hogy a passzus elhagyását javasolja az SZDSZ. Igen, hát azt szögezzük le, hogy egy nagy terjedelmű büntetőtörvénykönyv módosításról, illetőleg nem csak a BTK módosításról, hanem más büntetőtárgyú vagy büntetőjogi tárgyú törvények módosítására van szó. Csak ez kapott nagy figyelmet. Így van, azt akartam mondani, hogy körülbelül a javaslatnak a 95%-ával magunk is egyetértünk. Van egy kis része ennek a módosításnak. Én a parlamenti felszólásomban 3 ilyen problémát soroltam föl. Az egyik valóban a gyermekpornográfiának a szabályozása. A másik az a büntetőeljárási törvénynek egy módosítása, ahol is a rendőröket a katonai eljárás alá akarták vonni. És van még egy szabály, amit én magam kifogásoltam, ez az elkobzásnak a szabályai, ugyanis az elkobzásban olyan kötelezettséget írna elő a jövőben a BTK, hogy ha egy bűncselekményt autóval vagy gépjárművel követnek el, akkor a bűncselekmény elkövetéshez használt gépkocsit azt el kell kobozni, független attól, hogy milyen súlyú volt az a bűncselekmény. Tehát lehet, hogy nagyon kis súlyú, éppen itt a bevezető képekben csempészetről volt szó, most eszembe jutott, hogy Romániából most elég sokan azt tapasztalták, Romániából beérkező utasok, hogy ugye a cigaretta csempészetet vizsgálják. Most képzeljék el, hogy valaki cigarettát csempészik, és ezek után a több millió forintos értékű gépjárművet mint egy mellékbüntetésül el kell kobozni, ez talán túlzás lenne. Tehát én ezt a 3 problémás pontot emeltem ki, de azon túl, hogyha ebben a 3 kérdésben a kormány koalíció hajlandó módosítani, vagy legalábbis pontosítani ezeket a szabályokat, akkor szerintem is támogatható a jogszabály. Mindjárt megkérdezem erről a kormány oldal véleményét, csak Herényi Károly is kitért a gyermekpornográfia kérdésére az általános vitában, illetve még másokra is, de akkor először a gyermekpornográfia. Hát egyezünk meg abba, hogy akkor ez az előterjesztés ezek szerint az igazságügyi minisztérium szégyene. Hát ha valamit így fogalmaztak, meg így kodifikáltak egy előterjesztést, hogy a parlamenti képviselők sokasága is másképpen értelmezi, akkor ez egy pongyolán megfogalmazott szöveg, amit vagy vissza kell vonni, vagy el kell hagyni, de ez így biztosan nem maradhat, mert teljes félreérthető. Tehát azt hiszem, hogy ebbe egyetértünk, hogy ez így nem maradhat, tehát vagy az előterjesztő vonja vissza, vagy elfogadjuk azt a módosító javaslatot, amit az SZDSZ benyújt, és akkor a dolog rendben lesz. Egyébként, ha szabad is nálam van a szó, én pontosan nem értettem egyet az MDF nevében azzal, amire Répási Róbert képviselőtársam az előbb hivatkozott. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az előterjesztés így megfelel, tehát az elkobzás ilyen formában benne maradhat, hiszen a visszatartó erő az egy rendkívül fontos dolog. Magyarországon erőteljesen nő a bűnözés, és ugyanez vissza kell szorítani, ugyanez igaz az értékhatár ügyben is, ott viszont nem értünk egyet az előterjesztéssel, mi a vagyon elleni bűncselekményeknél maradnánk a 10.000 forintnál, és a gazdaságiaknál az 50.000 forintnál, nem biztos, hogy infláció követővé kell tenni a BTK-t. Az az indoklás, ami elhangzott az elő a bevezető részben, hogy nagy terhet ró a bíróságra, azért nem igaz, mert azok az eljárások, amelyek ilyen értékhatárral jelennek meg, 12%-át teszik az összesnek. Tehát ez nem egy olyan óriási szám, a 288.000-ből ez a 30.000-et se éri el, ami indokoltá tenni, hogy az értékhatárt emeljük, tehát mi ragaszkodunk az értékhatár megtartásához. Salamon László jelentkezett.
Ahhoz a gondolathoz kapcsolódnék, amit Répási képviselő itt megpendített, hogy ebben az esetben is elég sok rendelkezésnek a gyors időben való megtárgyalásáról van szó, és olyan törvények összekapcsolásáról, ami között van valamiféle összefüggés, nevezetesen büntetőjogi természetűek, de azért mégis külön kellene tárgyalni. A büntető törvénykönyv egy nagyon komoly önálló kódex. A büntetőeljárási törvény ugyancsak, a büntetés végrehajtási jogszabály meg egy harmadik terület, szabálysértés meg egy negyedik terület. Ezt összefoglalni egy ilyen nagy törvényben, ami 100 oldalt meghaladó, 90 nem tudom hány szakasz tartalmazó rendelkezés, és ezt a ház elé vinni úgy, hogy rászánunk egy-két hetet a tárgyalására, most hozzáteszem zárójelbe szerencsére és a ház dicséretére, az általános vita folytatására nem ezen a héten, hanem a következő héten kerül sor. Ez magával hozza annak a veszélyét is, hogy elsikkadnak problémák. El kell, hogy mondjam a nyilvánosság előtt, hogy ez a pornográfiával kapcsolatos kérdés többé-kevésbé úgy véletlenül szúrt szemet valamelyik bizottságban, mert hiszen olyan terjedelembe kapjuk a javaslatokat, és ez is egy olyan terjedelmű javaslat volt, hogy a rá fordítható idő, más törvényeket is alkotunk, más feladataink is vannak, magában hozzák a hiba lehetőséget. Na most akinek igazán ideje lett volna, az úgy, hogy a Herényi képviselő mondta, az a tárca, amelyek ezt megfelelően elő kellett volna terjeszteni. De végül is ezzel zárnám a gondolatomat. Én most nem állítom, hogy a jelen esetben az van, amire én utalni fogok mindjárt, de más esetekben bizony a salátatörvény, mert ezt a törvények összekapcsolását így nevezzük jogi zsargonnal. A salátatörvényeknél az emberben nagyon sokszor felmerül a gyanú, hogy nem akarja a kormány egyszerűen becsempészni olyan rendelkezéseket, amiktől tudja, hogy kivágják a biztosítékot, hát ha a sok rendelkezés között nem veszik észre a képviselők. Szóval én azzal a humoros megjegyzéssel szeretném zárni a mostani megszólalásomat, hogy én szerintem ki kéne egészíteni a büntető törvénykönyvet a törvénycsempészalkotásnak a bűncselekményével is, és büntetni kéne az ilyen törvény előkészítés, hogy ne fordulhassanak ilyen problémák elő. Hát ez valószínűtlen, de most itt több felvetés is elhangzott, például, hogy az ellenzék bizonyos módosításokkal támogatná a javaslatot. Világos, tehát akkor értelemszerűen én sem beszélek azokról, amikben egyetértünk, és egyébként a jogalkalmazás nagyon régen várta azt, például a csempészet vonatkozásában, ami szintén elhangzott, hogy ez a törvénymódosítás megtörténjen, vagy a csődbüntető gazdasági bűncselekmények vonatkozásában a változtatásokat. Én azt gondolom, hogy hát hol kezdjük az elkobzásnál. Az elkobzás tipikusan azért kerül bevezetésre, mert vannak olyan értéktárgyak, amik gyakorlatilag védhetetlenek, főleg a vidéki emberek tulajdonában, akár a mezőgazdasági terményekre, erdőben a fára gondolok, vagy nyaralók tulajdonosainál, ugye a nem őrzött nyaralókra. És itt a törvényalkotó felismerte azt, hogy a bűn megelőzésnek, és hangsúlyozom, itt a megelőzésnek a legcélra vezetőbb módja az, hogyha azt a szállító eszközt, amivel ezeket a dolgokat valaki a bűncselekményből származó dolgokat elszállítja, elkobozza, hiszen ha nincs mivel utána elszállítani, akkor több bűncselekményt sem fog tudni elkövetni, több hasonló bűncselekményt sem fog tudni elkövetni. Amire Répási képviselő úr utalt, hogy ez igazságtalanságokhoz vezethet, van ennek az úgynevezett 77. paragrafusnak egy utolsó bekezdése, ami a bíró számára lehetővé teszi azt, hogyha különösen nagy hátrányt, aránytalanul nagy hátrányt okoz az elkövető számára mondjuk a gépjárműnek az elkobzása, akkor ezt az intézkedést a bíró mellőzheti. Ez esetben is lehetősége lesz majd a bíróságoknak, tehát egy ilyen aránytalanságtól, egy ilyen mondjuk úgy, hogy jogtalan hátránytól nem kell tartani a továbbiakban sem. Nem is tudom még mi volt az, ami hát a pornográfiáról azt gondolom, hogy épp eleget beszéltünk az értékhatárok tekintetében, amiről Herényi képviselő úr beszélt. Én azt gondolom, hogy mindenképpen követnie kell a társadalmi változásokat, ilyen formán az inflációt is a büntető törvénykönyvnek. Az Alkotmánybíróság több határozatában mondja ki azt, hogy a büntetőjognak ultimarációs jellegűnek kell lenni, azaz csak akkor szabad büntető jogszabályt alkotni, csak akkor szabad a büntetőjogot használni, hogyha más jogterületen nem biztosítható, vagy más jogterületen szabályozott jogszabályokkal nem biztosítható a társadalom megfelelő védelme. Úgy gondolom, hogy
a 20 ezer forintnál alacsonyabb elkövetési értéknél pontosan elegendő egy szabálysértési eljárás, nem kell lefolytatni a költséges, időigényes büntetőeljárást, nincs szükség a büntetőeljárásnak ezekre a garanciáira, és ezért ez támogatható, ez a módosítás. Ez a beszélgetés is már a végére, vége felé tart, bocsánat, az időigényről jutott eszembe, még Herényi Károly egy mondat, és aztán sajnos be kell fejezni. A különbözőség, ha felemeljük az értékhatárokat, akkor nyilván szinten tartjuk a bűnözést, mert ami most 9.990 forintnál állt, meg az 19.990-nél fog megállni, hogy a kategóriák felmaradjanak. Mi azt mondjuk, hogy vissza kell szorítani, annak pedig a legpraktikusabb mondja az értékhatárok megtartása, hiszen büntetni kell a kisebb súlyú ügyeket és eseteket is. Sajnos lejárt az időnk, a BTK módosítása jövő héten folytatódik a vita. Köszönöm, hogy eljöttek. A jelenleginél is függetlenebb lehet a